Eljössz egy laza tízesre. Csak egy bő óra, 6 percesekben 10 kili. Ez alatt pár, az élet különböző területei munkálkodó, meghatározó személyiséggel beszélgetünk, akiket a futás mégis összeköt. Ez a tényszerű, egyszerű, korrekt tevékenység bizony tükröt tart elénk és képes arra, hogy megmutassa az embert az image mögött. Simonyi Balázs vagyok, egy a sok futó közül és nagyon kíváncsi. Arra, hogy egy-egy úgynevezett híres ember személyisége és az ő foglalkozása, elhivatottsága miként tükröződik vissza a kocogásaiban, versenyeiben, futós történeteiben, és fordítva, mire tanítja a futás, milyen érzéseket vált ki belőle és hogyan hat az életére. Szóval, milyen, amikor ez a sporttárs őszintére futja magát. Teljesítményről, energiáról, motivációról, életmódról, hivatásról és szenvedélyről beszélgetünk közismert vendégeinkkel, akik a kultúrában, sportban, tudományban, oktatásban vagy gazdaságban tettek le az asztalra fontos és értékes dolgokat. Jöjjön egy podcast, avagy jogcast, nem csak futóknak, nem csak futókról. A műsor a hosszú táv elkötelezett támogatója az NN biztosító segítségével jött létre. Együtt futunk Tompa Andreával, íróval, színházi szakemberrel, akinek nemrég jelent meg a Haza című negyedik regénye. Itt lesz Ónodi Eszter színésznő, számos film és tévésorozat főszereplője. Valamint Erdély Mátyás Kossuth-díjas operatőr, aki sok külföldi és hazai munkája közt az Oscar-díjas Saul fiát is fényképezte. Egy alkotónak jó visszajelzés, ha a könyvtárban csak előjegyzésre lehet kölcsönözni az új könyveit, vagy hónapokkal később lehet csak jegyet kapni az előadására, mert teltházas. Netán ha, horribile dictu, letöltik a filmjeit. Vendégeinkkel ez a helyzet. Sok kapcsolódási pontjuk lehetne, de csak áttételesen van. Eszter és Mátyás sosem forgattak együtt, de együtt jártak a főiskolára, a manapság hírhet SF-ére. Andrea írt pár kritikát Katona József színházbeli darabokról, amikben Eszter játékát hol kritizálta, hol dicsérte. Eszter igazgatója Máté Gábor játszotta Esti Kornélt egy 1994-es filmben, amiben Mátyás, aki akkor még színészkedett, játszotta Máté Gábor fiatal változatát. Na, tudtátok követni? A lényeg, hogy leginkább az aszfaltot és az ösvényt koptatva találkoznak, és most a műsorban, amit a pandémia miatt online rögzítettünk. Én azért futok, mert talán ez a legjobb módja annak, hogy kicsit így kitisztítsam az agyamat. És ez aztán a totál közhely, de tényleg erre nekem ezt kiválóan szokott működni, hogy az összes sok, nem tudom, kérdést, szorongást, aggódást, ezt egy futással úgy jól el lehet felejteni. Legalább egy időre. Úgyhogy én ezért futok. Szerintem a ritkább típus vagy, aki kikapcsolódik futás közben, amiben én egyébként annyira nem hiszek, mert a mozgás által nekem állandóan generálódnak gondolatok, és tehát én inkább bekapcsolódom. Tehát én nekem egy futásra sosem olyan, hogy szellőztetem a fejem nektek. Nekem is. Nekem ez úgy van, hogy én lassan futok, vagy legalábbis addig, ameddig ezeken az úgynevezett futóversenyeken el nem indultam, bár abszolút nem versenycélzattal, csak az élménykedvéért. Addig én kifejezetten a kocogó típus voltam. Ennek következtében az első 35 percig abszolút az ürítés volt az elsődleges, tehát a szellemi ürítés. Meglepő módon azt vettem magamon észre, hogy a 35, de inkább a 40. percben, ez nyilván összeköthető valami biológiai folyamattal, hogy nyilván akkor nyílnak meg azok a raktárak, vagy zárulnak be, vagy én nem tudom, milyennek a pontos biológiája, de bizonyos pillanatokban, ezeken a 45. percben beugranak olyan gondolatok, és olyan probléma megoldási javaslatok, amiken adott esetben nem is gondolkodtam korábban, tehát nem azért mentem el futni, hogy én arra a problémára választ kapjak, hanem elmentem futni, és mellesleg abban a pillanatban beugrott valami a fejembe. Tehát, hogy én ezt így kombinálnám a kettőt, hogy egy válasz, egy probléma, egy elakadás, ami lehet egy szereppel kapcsolatos elakadás, de lehet egy abszolút magánéleti történet, de mindenféleképpen valamit én ilyenkor mindig kapok.
Tehát vagy ilyen tudattalamból előjönnek dolgok, vagy ilyen random képzettársítások, vagy egy polc, amire fölraktál valamit, hogy majd megoldod, és az beugrik. Nem raktam föl, hanem valahonnan lejön egy ilyen ötlet. Tehát mondjuk tényleg ezt a legkonkrétabban úgy tudnám megmagyarázni, hogy mondjuk van egy főpróba itt a színházban, amikor általában az ember már a lehető legelveszettebb, és totálisan el van havazva magával, a szereppel, a rendezővel, a kollégákkal, mindennel, tehát nem lát ki ma a saját búrájából, és mondjuk elmegy futni, vagy elmegy így kocogni, és ha van valami, hogy oldjak meg egy jelenetet, vagy hogy tudna az én figurám egy picit még jobb lenni, vagy ha van valami, amit nem tudok megoldani, akkor esküszöm, de lehet, hogy csak egy ilyen ugrik be, hogy tegyen föl a hajamat konyba, vagy vegyen föl inkább azt a, nem tudom, blézert a blúzra, és attól egy egész más karakter lesz. Tehát ez apróságok is lehetnek, de lehetnek egészen vad és bátor ötletek, hogy most akkor hívjam fel azt az embert, akivel nem is gondoltam volna, hogy föl kéne hívnom. Szóval én ilyesmikről beszélek. És ez az ürítés folyamata, ezt hogy kell elképzelni, hogy konkrétan így megkönnyebbülsz, vagy így felejtesz? Ezt úgy kell elképzelni, hogy számolom a lélegzetemet, tehát mondjuk úgy, de ösztönösen, szóval ez nem egy ilyen 1-2-3-4, belégzés, kilégzés, legyen egy ilyen alap ritmusa az egésznek, és ezáltal már, ez valószínűleg a meditációval lehet hasonlatos állapot, amennyire én ezt tudom, vagy tudni vélem. Tehát és ettől szinte tényleg így kidobódnak a fejemből a feleslegek. Ez csak pusztán attól, hogy arra figyelek, hogy belégzés és kilégzés, semmi másra. És akkor persze nézem, mert ugye nem terembe futok, hanem szabadba, és nézem a utat, nézem a lábam elé, szóval, hogy így nem egy ilyen tudatos dolog, hanem csak pusztán avval, hogy ezt csinálom, ezzel így egy csomó gondolattól megszabadulok. Gondolkodtam ezen a miért futsz, hogy erre tudnék-e egy választ adni. Annyi válaszom van, és valahogy az évek során mindig új válaszok vannak a miért futásra. Az apám halálának az évfordulóján futottam, az első futásom ehhez kapcsolódik. Ezt egyébként megnéztem is, képzeld, az én anyukám is aznap halt meg, csak igen, csak pár évvel később. Szerintem nagyon sokszor a futás azóta is összekapcsolódott, de ez mások életével is így van, valamiféle gyásszal is. Sokszor most is érzem, most különösen így ebben a hát elég tragikus korban, amiben éppen vagyunk, hogy egy ilyen gyászolás is benne van a futásokban. De a legelső futásban is az volt, amikor azt gondoltam, hogy csinálok valamit, ami rendkívüli, és sohasem csináltam, és nem káros. Ezek voltak a feltételeim, a megemlékezésnek a feltételei, és azt gondoltam, hogy ez egy jó módja lesz annak, hogy megemlékezzek, és egy erőfeszítést tegyek azon a napon, amikor apám már 20 éve halott volt. És ma például, ma reggel mentünk el futni, meg újabban most reggel megyünk. Valahogy így például a természettel való együttlét a fontos. Az erdőben lenni, a folyóparton lenni, az elhagyott utakon lenni, valahogy így a világ részévé válni ismét. De mindazzal tudok azonosulni, amit mondtatok, ez az akár üríteni, akár telítődni. Sokszor futottam azért, mert így annyi zaj van a fejemben, hogy azt szeretném magam mögött hagyni, és új zajokat, vagy új belső hangokat meghallani, és amit Eszter mond, ez nagyon érdekes tapasztalat, biztos többet tudsz erről, Balázs, hogy ez miért van az, hogy én is úgy érzem, hogy a 40. perc után van az a, nem tudom, a 8. kilométer után van az, hogy a dolgok valahogy így letisztulnak, és lehullanak, és akkor csak az történik, az a egyszerűség, a mozgás maga. Tehát egy picit olyan ez, hogy így, mint ahogy a munkánkkal is vagyunk talán, meg a szerelmünkkel, az életünkkel, hogy úgy újra és újra rá kell kérdezni arra, hogy miért csinálom, és új válaszokat fogok találni, vagy azért akkor tudom is miért csinálni, ha vannak új válaszaim. Én erre nem tudok jobb magyarázatot annál lenni a 40 perces limitnél, mint hogy körülbelül ekkortájt indul be a zsírégetés, tehát hogy addig a szénhidrátot fogyasztja a szervezet, számolja föl a májban elraktározott szénhidrátot, és utána elkezd már zsírt is égetni, plusz még amennyi szénhidrát van, így paralel, aztán ha már az sincs, akkor tényleg csak zsírt éget, na az egy fájdalmas folyamat, de arra szokták mondani, hogy zsíron ment el a futó, főleg hosszú távú versenyeken, de nem tudom, hogy ez egy jó magyarázata erre. Minden esetre most ez így elindított bennem egy olyan kérdést, hogy miért érdekes mondjuk az, hogy beérkezett, sikeres, meglett emberek,
a kezdő amatőr futásaikról beszélnek, hogy valahogy ezek a fizikai tettek, ami mondjuk nevezzük most futásnak, lefutni egy félmaratont, vagy csak úgy elmenni edzeni, ez a környezetben ilyen csodálatot, vagy váót vált ki, esetleg furcsálják, vagy megrökönyödnek, vagy irigylik. Nem tudom, én mindig ebbe ütközöm a futás kapcsán, hogy az egyrészt összehoz, másrészt pedig megkülönböztet. Egy-egy alkalommal összeverődtem ilyen futóklubos emberekkel, tehát belekapcsolódtam társasági futók közé, akik ugye hát egészen más futómúlttal, egészen pontosan komoly futómúlttal rendelkeznek hozzám képest. És azt vettem észre, hogy egy idő után ez már valami elképesztő mókuskerékké kezd válni, hogy az emberek már csak ilyen távokat, sebességeket, méter per perceket, olyan szavakat mondanak, hogy amiket én nem is értek, hogy milyen emelkedő, olyan lejtő, nem tudom, tehát hogy olyan szakszavak is egyebek kerülnek bele a diskurzusba, gyakorlatilag egyfolytában erről beszélnek, és én csak így pislogok és fülelek, hogy atya úristen, ez micsoda univerzum, amiben én nem vagyok benne, és kicsit nem is tudom, hogy vágyom-e bele, tehát hogy ez egy picit már ijesztővé vált. Nekem mondjuk az egy kihívás volt, hogy egy 17 kilométeres edzésre elmenjek, és ezek az emberek, akikkel együtt futottam akkor, ők pedig volt, aki már aznap a 30. kilométerét futotta, elképesztő, hogy milyen távokat, milyen iramokat, milyen sztorikat mondtak el, és számomra én azt hiszem, hogy erre képtelen, tehát hogy erre képtelen lennék erre a dologra, mert picit már azt kezdtem egyesekben érezni, mert kiszorítja az életüket a futás, tehát az életnek a más területeit, és teljesen elhatalmasodik és eluralkodik az életben ez a történet. Picit attól is függ egyébként, hogy milyen kapcsolatokban vagyunk benne. Az a személyes közeg, amiben mozgom, abban nem nagy újdonság a futás. A szüleink inkább olyan értetlenül nézik ezt, tehát a szüleim nemzedéke, akinek igazából nem nagyon adatott meg azt, hogy a testmozgást, a testnek valamiféle más értését kapják. Tehát ők ezt nem értik, és emlékszem, hogy meg voltam sértődve, amikor úgy anyámnak az, hogy én lefutottam a maratont, az nem jelentett semmit, tehát aznap erről nem beszélgettünk. De nem tudta, hova tenni, vagy nem becsülte. Nem érti, nem... Nincs benne valahogy a kultúrájába az, hogy a testünket máshogy is használhatjuk. Meg talán ez a teljesítmény, mivel sosem vonzotta, és nem is értékelt, és talán nem is érti. Őszintén szólva azt gondolom, hogy nem is érti. Ugye meg van ez a rossz mítosz, hogy a maratonfutó éppen a befutáskor elterül, és akkor mindig ki szoktam egészíteni a spártai mítosszal, tehát hogy az egy kicsit mást is jelent a futás mitológiája. Tehát lehet, hogy egyszerűen nem értik ezt a test használatnak a szenvedélyét, és bizonyos más típusú közegekben, mondjuk ilyen alkotói közegekben pedig sokszor nagyon idegen valóban az, hogy valaki fut, és inkább ennek egy ilyen praktikus oldalát látják, ami valóban van is, egészségmegőrzés, nem ilyen végső elhízás, tehát az, amikor zsírégetést emlegetted, akkor rings a bell, ahogy az angol mondja, hogy az ember azért is fut, hogy valahogy még beleférjen a ruháiba. Én a csodálatot tulajdonképpen ritkán tapasztalom, de ez közeg a közegtől függ, tehát hogy én ebben a közegben vagyok. Az, amit Eszter mond, ez a futó közeg, én abból így nagyon érintőlegesen kaptam, és bizonyos ultrafutókat ismerek, akik viszont attól nagyszerű kapcsolatok, hogy velük végképp nem csak a futásról lehet beszélni. Az életnek annyi dimenziója van, amit megérinthetünk, de értem ezt azt, amikor egy ilyen szűk közegbe az ember bekerül, és ott mindenki csak ezen a sávon mozog. Na de végülis minden közeg van, amilyen szinten ilyen monotematikus, tehát ahogy igen. A futók futóbuzik, amikor futnak, mert lehet, hogy egyébként civilben tök más csinálnak, vagy más a hivatásuk, de szeretnek erről beszélni, úgy mondjuk egy filmes, vagy egy színházi, vagy egy irodalmi közeg is annyira köldöknéző, vagy beforduló. A futás, az például, az tényleg az, én azt tapasztaltam, hogy az rögtön egy közös platformra hoz. Valahogy könnyebb szóba elegyedni egy futóval, akiről lehet, hogy nem tudom én, egy vállalatigazgató, vagy valami tök más státuszban van,
rangban, nemben, életkorban, rögtön beljebb van az ember, tegeződik. Szóval ez mint ugye lenne egy ilyen jótékony futómaffia, ami így azonnal belépő szint. Ez teljesen ebben, teljesen egyetértenék, és nem tudom, ilyen hülyén hangozhatott a szájamból az, hogy most itt ezeket ilyen csőlátású embereknek mondanám, akikkel találkoztam, és pont ez az igaz, ami viszont nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy abszolút rögtön befogadtak, tehát nem volt semmi olyan, hogy ugye nyilván én egy speciális helyzet voltam, hiszen tehát ők ismertek engem, vagy ismerhettek engem már ugye nyilván a médiában, vagy nem tudom, tehát lehetett volna bármifajta előítélet, és abszolút nem volt, tehát nagyon nyitott és nagyon helyes emberek voltak, és olyan élményem is volt, aztán amikor találkoztam egyszer egy olyan lányjal, szintén ebben a futóklubban, akivel tényleg nem találkoztunk soha, és mivel ő is abban a tempóban futott, mint én, tehát nem az volt, hogy mentek ezek a röpködtek, ezek a számok és a másodpercek. Beszélgettem egy vadidegen emberrel mondjuk 20-30 percen keresztül teljesen hétköznapi témákról, tehát hogy az meg egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, hogy vadidegen emberekkel nem futásról, de mégis tök jól el tudtam beszélgetni. Akkor ezt megfordítanám, hogy én miért tartom nagyra azt, aki fut. Egyrészt azért, hogy megpróbáltam, és hogy fáj. És meg én nagyon, nagyon sokra tartok bárkit, aki választ bármilyen dolgot, és abban igazán elmélyed, és szereti, és csinálja, és ez valahogy mindig megható, hogyha ez egy pék, akkor egy pék, ha egy futó, akkor egy futó, megható, és mindig iszonyatosan inspiráló, hogy olyan szép látni, ha valaki így megtalálja magát, az mindig valahogy ilyen nagyon, nagyon szép. És a futás az szerintem egy nagyon egyszerű dolog, abból a szempontból, hogy ezt úgy lehet érteni, hogy hó, te tudsz ilyen sokat futni, tudsz ilyen gyorsan futni, az nagyon egyszerűen mérhető. Szóval, hogy szerintem ez könnyű kapcsolódni. Tulajdonképpen amióta futok, de amikor készültem a futásra, már akkor is ez volt a tapasztalatom, amit Mátyás mond. Én is azt gondolom, hogy mindig az emberi kiválóságot mindenben, az mindig lenyűgöz. Bárki csinálná bármilyen műfajban azt a dolgot kiválóan, ahhoz nagyon jó kapcsolódni, jó megnézni a te filmedet, jó megismerni a Lőv András ultrafutásait, természetesen a művészettudomány és a mindennapi élet kiválóságaihoz mindig nagyon jó kapcsolódni, mert valahogy arra emlékezteti az embert, hogy tulajdonképpen, hogy milyen csodálatos az ember, mi mindent tud az ember, milyen fantasztikus képességei vannak. Ezért is jó színházba járni a kiválóságok miatt, hiszen a színpadon is a színészeket szeretjük alapvetően, meg a nagyszerű műveket. Tehát az emberi kiválósággal minden formában jó találkozni, futó formában is. Amit a Matyi mondott, megütötte a filmet, ez, hogy ez egy objektív, mérhető dolog. Mindannyian egy nagyon szubjektív szakmában dolgoztok, rengeteg díjatok van, amit szemek osztanak, és nyilván nagyon sok minden befolyásol az ízlés, az értékítélet, rossz nyelvek szerint akár a szerencse, vagy mit tudom én, a kapcsolatrendszer, vagy ismertség, vagy nem ismertség. Szóval nagyon-nagyon sok szubjektív faktor van a ti közegetekben, ti elismerési mechanizmusaitokban, hogy amikor átléptek mondjuk egy ilyen futóközegbe, az nektek egy nagy kontraszt, vagy pont azt élvezitek benne, hogy ez mérnökileg mérhető, korrekt, fair, mire elő a tapasztalatotok? Én, mivel az én futásaim azok abszolút nem az időre és nem a teljesítményt. Úgy értem a teljesítményt, hogy nem a távra korlátozódnak, hanem tényleg a mozgás. Ez a semmifajta célkitűzéseim nincsenek, nem akarnék, szóval nincsenek még a maratonra se kihegyezett vágyaim, tehát engem abszolút én fel tudok oldódni ebben a közösségben, és pont az a jó benne, hogy itt tényleg nem számít az, hogy most én lehet, hogy előző este nem tudom milyen díjkiosztóról jöttem, bár erre még nem volt példa, nem mindegy, de hogy teljesen a béna vagyok, és a leghülyébb, és ezt tulajdonképpen valahol még élvezem is, és egy jó dolog, hogy kiszolgáltatott vagyok, hogy segítségre szorulok, hogy én kérek tanácsot, hogy segítsetek megmondani, mi van akkor, hogyha, hogy fussak fölfele menet, van-e valami taktika erre. Szóval, hogy
hogy ez kifejezetten nekem nagyon jó, hogy nem annak az elvárásnak kell megfelelnem, aminek sok esetben meg kell, hanem valami teljesen más sztori van. Matyi, te hogy látod? Ha valaki nincs benne a futóközökben, az én még ilyen futókörben sem voltam sajnos, bár most lehet, hogy majd akarok. Ez szerintem sokkal inkább a saját magunk leküzdéséről szól, hogy valahogy ezzel a karanténnel egy teljesen új időszámítás kezdődött nekem ebben az egész futkározásomban, mert ez még nagy futás, azért nem nevezném, de futkározásnak lehet, hogy így most, hogy így lett időm, meg leginkább az, hogy tervezhetően tudom, hogy semmi nem fog velem történni az elkövetkezendő hónapokban akár, hogy így sokkal többet futok, mint eddig valaha, és tényleg most van egy ilyen áttörés érzésem, hogy így elkezdtem nagyon élvezni. Tehát amikor rossz, akkor is jó. És ideig meg az volt, hogy rossz, de majd vége lesz, és akkor jó lesz most meg már. És ez nagyon-nagyon így felcsillant valami, amivel eddig nem találkoztam, és így nagyon így hoppá, ez így valami így kinyílogatott. És a futó közeg, arra meg egy dolog jutott eszembe, voltam ki egy pár versenyen még 10 éve, azt hiszem konkrétan 10 éve, és az meg valami annyira elképesztően jó hangulatú dolog volt, voltam két fél maratonon, és hogy mind a kettő olyan iszonyatosan jó érzés volt, és van ebbe ilyen demokratizálódás, hogy teljesen mindegy, hogy te vállalatigazgató vagy postás, ott futunk egymás mellett, és ebbe van valami nagyon-nagyon szép. És nem tudom, biztos van, hogyha belegondolnék, akkor biztos találnék olyan dolgot, ami hasonló helyzetet teremt valahogy a őrült társadalmunkon belül, de hogy ebben van valami iszonyú szép, hogy mind a ketten ott a második órában slattyogunk a alsó rakparton a tűzőnapon. Ez egy szép dolog. Én az első futóversenyemet hazudnék, hogyha nem azt mondanám, hogy önszántamból mentem, mert nem önszántamból mentem, hanem fölhívtak, hogy valamelyest népszerűsíteni ezt a dolgot, és mint ilyen díszpénz, hogy hát lehessen majd 3 vagy 4 cikket ebből megírni, fölkerestek. És én mondtam azt, hogy hát figyelj, én soha életemben nem sportoltam hivatalosan semmit, én tényleg így szép, szoktam lötyögni, vagy hát így kocogni, kocorászni mondjuk így a természetben, de ezt én semmi szinten nem minősíteném olyan dolognak, amivel érdemes lenne egy futóversenyre elindulni, és azt mondtam, hogy ha kétszer körbebírom futni a Margit-szigetet, akkor végül is belemegyek, hát mert valami csak lesz. És én voltam a legboldogabb, amikor visszacsatolva arra, amit előbb Mátyás mondott, hogy tényleg a hangulat egy versenynek az olyan volt, hogy na, engem ott kapott el ez a dolog, hogy tényleg szuper volt, hogy nem is gondoltam volna, hogy már önmagában az, hogy egy versenyen veszek részt, az mennyit javít azon az időn, amit én egymagamban a Margit-szigeten köröket róva elértem, tehát a dopping hatása ennek a tömegnek, és tényleg a drukkolók, a közönség, a versenyzők, vagy a versenyzők egymást biztatták a verseny közben, hogy csinált, szuper, hajrá, gyerünk, tehát nagyon-nagyon magával ragadó volt a hangulata. De nem önszántamból kerültem oda. Olvastam rólad, hogy gyerekkorodban annyit sportoltál, hogy egy évet tornáztál. Ez művészi torna volt egészen pontosan, ilyen nénike zongorázott, és a kislányokat szépen mozogtak, és hát ez borzalmasan nem érdekelt engem is. Az a motiváció mozott, hogy lehetett a végén téli szalámi szendvicset tenni csemege uborkával. Jó is az. Igen. A befutókon milyen jó volt, amikor ilyeneket csinálgatnak. Volt egy ilyen téli terepverseny, aminek a végén mindig az volt, hogy meleg tea és zsíros kenyér lila hagymával, és az... Igen. Az nagyon jó. Tavaly voltam Erdélyben, ezt Andrea, neked mondom, mert te onnan származol, futóbarátaim... Én is. Hát... Hogy hívnak engem? És ott most kezd ez a futó boom igazán feltörni, igen. De egy nagy akadálya van, hogy... És ez, a medvék. A medvék, meg a pásztorkutyák. Kutyák. Igen. Csak városban futok, pedig Erdélyben. Ahhoz, hogy biztonságosan lehessen erdőkben, vagy bármerre, ugye én is a Kolozsváron így elindulok bármerre, és kivezetnek az utak a városból, visszatalálok, és nagyjából az első kutyával való találkozásomkor meg szoktam fordulni. Szóval én sem érzem magamot biztonságban, pedig nagyon sok országban futottam
ahova így elvitt az életem, de Romániában, nyilván Kolozsvár környékén nincsenek medvék, de nagyon heves kutyatámadások voltak abban a táborban is, ahol rendszeresen járni szoktam a Hargitára, ahol csak csapatostól futunk mindig. Mondjuk a férjem fantasztikusan jól tud ráülteni a kutyákra, ez mindig nagy csodálatunkat váltja ki, amikor egy most legutóbb vásáros naményben, amikor még lehetett utazni, egy pitbull jött ki egy a város szélén, és fantasztikus mutatványban volt részem, amikor a férjem ilyen mutatványként így megemeli a karját, és megy egy pitbull fele iszonyú hangerővel, és valóban az a dög előbb-utóbb elmegy. Nekünk is vannak kutyáink, és én is tanultam kutyázni, de azt, amit ő elművel ezekkel a veszélyes kutyákkal, azt az engem is csodálattal tölt el. Én általában nem szoktam semmit bírni, amikor futok. Néha mégis, és időre rákapok, hogy jaj, de jó lenne tudni, hogy mégis milyen tempóval, meg stb. És mindig rendkívül meglepődöm. Ugyanis nyilván azt tekintjük valamelyest objektívnek, hogy akkor mennyit futottam, meg milyen tempóval, meg melyik kilométerem, hogy alakult, stb. És valahogy az én szubjektív tapasztalatom mindig nagyon más, mint ami ott mérődik, és mégiscsak valahogy ebből a szubjektívből tudok táplálkozni, hogy jaj, de jó volt ma ez a futás. Úristen, ez most ez a táv olyan sokáig tartott, amit tegnap előtt 10 perccel gyorsabban beértem. A saját futásaimban sokkal fontosabb az a belső érzés, amivel futok, és amivel valamit valahogy értékelem a saját futásomat, valahogy érzem magam. Emlékszem, tavaly, amikor elkezdtem mérni, egyszer csak meglepődtem, hogy úristen, nem tudom, hogy mikor futottam, ha egyáltalán futottam ilyen gyorsan. Más alkalommal pedig éppen a saját lomaságom döbbentett meg, amikor ezt lemértem. Szóval valahogy nem érzem ezt annyira egy objektív dolognak, hogy az ember a futást milyennek érzékeli belülről. Tehát az valahogy teljesen más. A versenyekhez kapcsolódva pedig én így, amikor elkezdtem futni a félmaraton után, gondoltam azt, hogy azért azt egy maratont azért így jó lenne megtapasztalni, hogy az milyen, és úgy fölkészülni rá, de az elmúlt években már egyáltalán nem mentem semmiféle versenyre, csak akkor, hogyha váltóban nem volt valaki, és tavaly elmentem egy ilyen ultratiszatóban az egyik váltóim voltam, és lenyűgözött megint az, hogy milyen jó versenyen lenni, ami teljesen kimaradt már az én életemből, ez a közösségi érzés, ez a demokratikus, arról nem beszélve, hogy különböző helyzeteknek ez a pusztító küzdelme július közepén, déli 12 órakor indult az egyik tízesem, és azt hittem konkrétan, hogy leperzselődik a lábamról a bőr, olyan forróság volt, végig locsoltam magam, és olyan élmények értek, amit valahogy így a más élethelyzetek egyáltalán nem hoznak. Szóval gyönyörű dolog a versenyben lenni, azt nem mondanám ezt a szót, hogy versenyezni, mert én senkivel nem tudok versenyezni, nyilván az én futó tudásom ehhez kevés. Egyébként miért fontos a verseny? Tehát miért kell verseny körülményekhez igazítani azt, hogy ti lefussátok a maratont vagy félmaratont? Főleg úgy, hogy nem fontos annyira az óra, nem fontos a táv, csak úgy az érzet. Szóval miért kell egy ilyen szervezett esemény erre? Az első félmaratonom egyébként 2 évvel a futásom elkezdése után, valami nyár közepén egy esős napon a Margit-szigeten történt. Egyszerűen a második kör után úgy éreztem, hogy most van még lendület bennem egy harmadik körre, és a harmadik kör után azt gondoltam, hogy hát akkor most már fölösleges lenne kihagyni a negyediket. Tehát semmiféle verseny nem volt, inkább csak az a jó érzés. Meg hát az a fogalom, hogy léteznek ilyenek, hogy maraton, meg félmaraton, meg 50, meg 100, a férjem annó ilyeneket is futott. Nem tudom, miért fontos a verseny. Valóban ez, amit Eszter mondott, hogy úgy visz a közösség, hogy beállsz egy, nem tudom, hogy hívják azt az iramfutók mögé, és azt mondod, hogy te körülbelül ide lövöd be a te maratonodat, vagy félmaratonodat, és akkor azzal
haladsz. Meg hát nyilván egy ideig ilyen városnézésre is használtuk ezeket a helyzeteket, futottam félmaraton Spanyolországban, meg a maraton Linzben futottuk, csodálatos útvonalon megy, tehát akár egy új tapasztalat futással egybekötve. Olyasmit tudunk talán egy versenyhelyzetben csinálni, amit máskor nem biztos, hogy tennénk. Ezt csatlakoznék én mindenféleképpen. Azt tudom, hogyha a félmaratont, amit én egyszer futottam le, nem a versenyen állok neki, akkor nem futom le, az biztos, mert én olyan holdpontra értem a 17-18. Kilométer környékén, hogyha ez csak egy sima körözés a Margit-szigeten, vagy valami, akkor tudni, hogy kiállok, mert akkor az nem éri meg nekem, hogy itt fogom ugye kiköpni a tűzömet. Viszont ott, mivel egy versenyhelyzet volt, tehát szó szerint valóban ott az ember nem tud leállni, meg föladni, meg mégiscsak ott van egy hajtóerő, ami bevisz, az szerintem az vitt engem be, mert kicsit eltaktikáztam magamat, most már tudom, hogy utólag ilyen szakszavakkal ezt elmondani, hogy elfutottam az első pár kilométeremet, és nem maradt elég szuflám a végére, és tudom, hogyha ez nem egy versenyen történik, akkor én ott kiállok. Tehát nekem ennyiből is jó volt, hogy verseny. Meg szerintem nagyon sokan például a maratont, gondolom én, ahogy hallottam, nem futják le korábban a 42 kilométert, hanem az a versenyen történik meg először, tehát nyilván sok embernek emiatt is fontos, hogy legyen verseny, hogy ezt meg tudják tenni. Miért van az, hogy a maratont azt egy nagy mérföldkőnek tartják? André, te már futottál maratont. Miért kapcsolódik hozzá az emberek fejében az, hogy az a emberi teljesítőképesnek egy ilyen nagy megugrandó határa, pedig hogyha mondjuk maraton és Atén távolsága történetesen nem 40 valahány kilométer lenne, hanem 26 vagy 58, akkor mondjuk az lenne a határ, és akkor szóval ez egy elmejáték, vagy pedig testjáték? Én azt hiszem, hogy hagyomány és kultúra. Ha más hagyományozódik, ha az 52 hagyományozódik, akkor az lett volna egy ilyen szimbolikus emberi teljesítménynek valamilyen megtestesülése. És bevallom, ezelőtt 10 évvel én még igazából az ultratávokról nem sokat tudtam. De akkor már tudtam, mert találkoztam a férjemmel, aki ilyen, főleg a Kinizsi százasnak volt egy ilyen sokszoros teljesítője, de amúgy, ha ővel nem találkozom, akkor én azt, hogy ultra, vagy hogy mi van a maraton fölött, azt úgy, az ember ezen nem gondolkodik, mert nincs, vagy nem jött szembe, mert nagyon megváltozott a futáskultúra az elmúlt 10 évben. Én egyébként valahogy így könyvek között szoktam álmodozni a 100 kilométerről, tehát miközben, amikor befejezek egy könyvet, és általában olyankor jön egy hosszabb szünet, de ez nem törvényszerű, hogy így legyen, csak eddig így volt, akkor elkezdek álmodozni arról, hogy milyen lenne megtapasztalni azt a 100 kilométert. Most inkább azt gondolom, hogy ez már nem fog bekövetkezni. Nagyon súlyos készülésre járna, és nem tud. Egyszerűen a futás az én életemben, aki családban élek, munkáim vannak, könyveket akarok még írni, nem tudja magát arra az első helyre feltornázni, ahol az a dolog teljesíthetővé válik. Tehát azt mindannyian tudjuk, hogy a nagy teljesítményekhez az kell, hogy az legyen az első helyen. Tehát azt nem lehet ötödikként csinálni. Az úgy nem megy. És fejben most az elmúlt években már nem tudtam annyira feltornázni, és ahogy elkezdtem így készülni valamelyest, valami nagyobb futási tervre, ha beúszik egy könyv, az rögtön úgy, kvázi azt kell mondanom, hogy mindent visz. Tehát az mindig mindent fölül fog írni. Úgyhogy én nekem a futási terveim nem haladják meg a heti 4-5-szöri futást és a 40-50 kilométert. Tehát ha az megvan, akkor azt mondom, hogy az úgy nagyon-nagyon jó, és az elég is most. Azzal hogy vagytok, hogy elmentek edzeni, és akkor mondjuk nagyon, most nagyon demagóg leszek, mondjuk a családotok elől veszitek el az időt, de ugyanakkor azzal is lehet magyarázni, hogy ez nem önzés, hanem az én időm, az én időnek a kihasználása, önmagam kiteljesítése. Frusztrált titeket az, hogyha mondjuk elmentek futni, bűntudatotok van esetleg, vagy pont ez kell, mert erre szükségetek van, benne van a bugi a lábatokban, vagy nyomasztjátok magatokat? Családomnak is akkor jó, nekem is jó. Tehát ha nekem nem jó, akkor a tülök is azért. Tehát ez, hogyha én jól érzem magam, mert futottam egy 40 percet, az lehet, hogy jó. Nekem már nincs ezzel kapcsolatos lelkiismeret furdalásom.
Én sokat futok gyerekkel, biciklivel kísér. Anya, így futsz? Kérdezte ma. Hogy ez, miközben ő valami szuper gyorsasággal megy. Sokszor úgy lehet őt elhívni, mert már unja, régen ez izgalmas volt, de hát ugye sokszor az az ára, hogy jó, megyek, de közben játszunk. Tehát nem elég, hogy futni kell, néha az is van, hogy jó, játszunk, de akkor kicsit ismételjük át a szorzótáblát. Szóval olyan nehezített futások ezek. Ha tehetem, azért szeretek egyedül futni, mert akkor nyilván arra lehet figyelni, hogy az ember nem játszik, és nem beszélget a nem tudom mikről. Nyilván ez az idő, amit futással töltök, én sajnos még csak edzésnek se nevezem, tehát te más perspektívával beszélsz, Balázs, én nem megyek futni, tehát én nem edzek. Vagyis ahhoz, hogy edzéssé váljon egy ilyen dolog, ahhoz az kéne, hogy legyerek nagyobb távok, vagy nagyobb tempó, vagy valami komolysága a dolognak azon túl, hogy csak egy órát más felett jelvezkedtünk. Szerintem egyébként közös nevezőn vagyunk, mert most az, ez egy szómágia, hogy most edzésnek hívjuk, vagy kimegyek futninak, mert nekem az életformám része, nehezen tudnám elképzelni enélkül az életemet, nem azért, mert ki vagyok, hanem mert tényleg jobbá tesz az életemet, ahogy a Matyi is mondta, a családnak is sokkal jobb, hogyha én elmegyek futkarászni. De neked a családod fut, Balázs? Családtagjaid is? Annyi családom van, hogy gondolom. Válasz egyet! A legkisebb gyerek nagyon szeret mozogni, nagyon sokat biciklizik, szerintem úgy, mint az Elemér Andráéknál, úgyhogy ő szokott, ő mindenben benne van, ami ilyen mozgás, a kamasz az be van oltva. Ez családilag úgy alakult, mint a szocializmusban a 3T modell, csak itt 4T van, ugye tűr, tilt, támogat, és totál érdektelen. Mi nagyobb korábban fogadtuk örökbe a fiunkat, és ő akkor már nem babakocsizott. Ugye az örökbefogadás az nem úgy van, hogy az ember választ gyereket, hanem a gyereknek választanak családot. És mivel nagyon mozgékony gyerekről van szó, úgy kerestek neki családot, ahol van tér, és a szülők is szeretnek mozogni. Tehát az, hogy mi találkoztunk, a mozgásnak volt szerepe, és ezt a pszichológus örökbeadónk mondta el később, hogy minket egy ilyen jó párosításnak gondoltak, és valóban hihetetlenül izmos ez a legény, és a karantén második hetében lefutotta velem tulajdonképpen egy ilyen kis szusszanásnyi szünettel azt a távomat, amit naponta szoktam futni. Tehát nagyon-nagyon erős gyerekről van szó, és nagyon szeret futni, és néha így eljön úgy, hogy elmegyünk hárman is, és akkor futunk egy ilyen 7-10 kilométert, annyit már ő is tud. Én is rá tudtam már venni a fiamat arra, hogy fusson velem, sőt a páromat is, tehát nálunk is voltak ilyen családi futások, de én nem futottam soha babakocsival. Korra a gyerek? 14 éves, tehát már azért nagy fiú. És neki most tényleg fontos az, hogy így a lekötetlen energiákat valahogy egy mederbe tereljük. Mert azért most abból van bőven. Nekem a középső gyerekem, őt érzem ilyen született futónak, amikor hagyja magát rávenni, hogy elcsábítsam, akkor elképesztő ilyen iszonyú cingár, iszonyú erős, és ő olyan, hogyha egy fejébe vesz valamit, akkor tántoríthatatlan, és futottunk. Ő azt hiszem, hogy 9 kilométert futott velem 10 évesen, amiről azt gondoltam, hogy ez én 10 évesen ennek a tizedét szerintem sem tudtam volna lefutni, és az ilyen nagyon azt gondoltam, hogy hoppá, ez lehet, hogy ez egy jó dolog. Sajnos nálunk ez a sport, ez nem annyira tartozik az ilyen kérdeztárultam el családi értékek közé, bár tök jó. Ez itt továbbra is a Laza 10-es. A futás apropóján beszélgetünk az élet kis és nagyszerű dolgairól, Tompa Andreával, Ónodi Eszterrel és Erdély Mátyással. Képzeld el, hogy nagyon sokat futottam annak idején a Bagosi Lacival, aki téged is rendezett a Top Dogsban, meg akár több darabban is, ha jól tudom. Ő például számomra egy teljesen nem színházi embernek tűnt. Tehát ő egy tök mintapéldája volt annak, hogy kérdeztem tőle, hogy Laci, te tényleg te színházi rendező, vagy mondom, nem cigizel, nincs, nem éjszakázol, te futsz, kulturáltan beszélsz, mert hogy nem az a exaltált színházi ember vagy, mint amit az ember elképzel. Ő nálam így a teljesen különc színházi ember, aki futó
kategóriába tartozott, és akkor nemrég elolvastam ezt olvastad, hát gondolom, szinte kötelező irodalom nálatok a Máté Gábor naplója. Igen, olvastam. Tud belőle egész fejezeteket az Eszter. Hát én csomó róla, említve egy könyvben. Na, figyelj. Elfogom. Jó, mert hogy itt egy csomót ír a Máté Gábor a naplóiban arról, hogy ő megy reggel a gymbe, és futópadon ott ereszti ki a gőzt, meg gondolkodik, meg minden, hogy a nálatok a színházi közegben, mondjuk te mit tapasztaltál? Ez, hogy fit legyél, ez valószínűleg nyilván most már egy alapkövetelmény, de az, hogy mondjuk ott futnak, azt is látom, hogy sok színházi váltó van. Azt tapasztaltam, hogy ebben a bizonyos első bemerítkezésem a futóvilágba, amiről beszéltem, ez a 10 kilométeres verseny, ott szintén a szervező megkérdezte, hogy nem tudnánk-e a katonából kiállítani egy ilyen katonás váltót. Uh-huh. És én elkezdtem gondolkodni, ez ugye volt szerintem 3 év, igen, 2016-ban volt, tehát már 4 éve, gondolkodtam és rájöttem, hogy hát senki, tehát nem tudok mondani még egy embert, aki a színházunk társulatában egy ilyen részt tudna venni. És ahogy teltek az évek, azon kaptam magam, hogy a következő ilyen megkeresésre már sikerült a Kovács Lehel kollégámat bepaliznom, de azt még csak úgy, hogy egy aranyélet váltót, tehát hogy ott kialakítottunk a Túróci Szabival, a Lehellel, meg én magam egy aranyélet váltót, majd most lett volna egy esetleges alkalom arra, hogy már a katonám belül is egy csapat kiálljon, de most ugye sajnos elmaradtak az ilyen típusú versenyek. Tehát magyarul válaszolva a kérdésedre, azt látom, hogy azért egyre inkább kezd ez teret hódítani, és már én magam is egyre több kollégámat látom, akár az Instagramon, vagy különböző felületeken posztolni arról, hogy most itt és ott is amúgy futott. Tehát szerintem szépen lassan ez kezd beszivárogni, vagy leszivárogni így hozzánk is. És ez is teljesen igaz, hogy ahogy régebben ugye volt a művészekről ez a sztereotípia, hogy akik minden reggel totál másnaposan büdösen alkoholtól és cigarettától bűzölögve mennek be, vagy ha éppen beestek a próbára, jó, ha nem, akkor nem. Szóval ennek a mítosza, ez teljesen megszűnt. Szóval most már sokkal inkább ilyen, van ez az ilyen egészség, meg fitness kultúra, és ez sem teljesen normális szerintem, akik néha ezt így túltolják, de hogy én ezt azt látom, hogy inkább ez a trend kezd eluralkodni, hogy a művészek azok inkább ilyen, vagy ilyen nagyon példás életű példaképek, vagy ilyen számlatömbben a hónuk alatt járó üzletemberek, tehát már annak a kultúrája az már szerintem rég a múlté, amiről beszéltem az előbb. Úgyhogy a Laci ilyen szabadulóban nem is akkora kivétel. Matyi, figyelj, ez a Saul fiából egy filmkocka, hogy azért ott bazi hosszú snittek vannak, rohadt nehéz kamerát kell cipelni, hogy erre neked fizikailag készülni kellett, vagy ezt kiszervezted, és ezt más csinálta. Mesélj egy kicsit erről, hogy ott például mennyire kellett fitnek lenni. A Saulnál ez egy nagyon fontos összetevője volt a dolognak, hogy ez egy fizikai munka is. Kicsit így a tánchoz, bár soha életemben nem táncoltam, de hogy valahogy egy ilyen komplex koreográfiához lehet ezt talán legjobban hasonlítani. És ráadásul nem is egy szóló tánc, hanem ugye sok, és nagyon sokan veszünk ebbe a koreográfiában részt. És abszolút a Saulnál készültünk, és készültem is erre. Bocsánat, ott vállon volt a kamera? Nagyon sokszor válladon volt, vagy így? Igen, itt ül. És akkor ez ment is sok-sok-sok-sok napon keresztül, aztán az egyik éjszakai forgatáson sikerült egy rosszat lépjek, és akkor kiment a bokám, és akkor két kollégámat is be kellett rántani, hogy akkor a maradék pár napot, már nem emlékszem, hogy egy elég számottevő részét az akkor sajnos már nem tudtam én csinálni. És akkor egy ilyen, végülis egy ilyen amerikai rendszerré vált a dolog, hogy van az operatőr, és van a nevezett forgatóoperatőr. De szerintem azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy azért 40 kilós dologról beszélsz, ami a válladon van ilyenkor. Nincs az 40 kiló, mert... De azért sok, nem? Mennyi az? Nem tudom, de hogy én... Szóval, hogy ez egy nagyon, én ezt nagyon szeretem, azt az érzést, amikor ül itt egy kamera, és főleg azért is jó ez a kamera, mert iszonyatosan jól ki van ezt találva, az egyensúlya. És hogyha ide teszi az ember a vállára, akkor ott nagyon jól ül, és nagyon jól meg lehet fogni, és ott a kezdve olyan, mint egy végtagod lenne, és akkor egy ilyen egészen érdekes reláció van a kamera, és a között, aki ezt tartja. Körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor ezt a két félmaratont lefutottam, akkor az volt a célom, hogy egy maratont utána lefussak, és elkezdtem erre
egy programot végigcsinálni, és akkor volt az, hogy eltelt pár hét vagy hónap, és akkor kaptam meg életem első külföldi játékfilmjét, mint operatőr külföldön. És akkor ez az egészet keresztül húzta, és hát én nem tudom, hogy ezt a többi kollégám hogy csinálja, de hogyha én forgatok, akkor az annyira hihetetlenül igénybe vesz, hogy ott tényleg minden perc, és most nem túlzok, minden perc, amit alvással tudok tölteni, az aranyat ér. Tehát, hogy az, hogy én fussak, az fel nem merült. Tehát, hogy az olyan nekem, olyan szellemi és fizikai igénybevétel egy film, hogy ott egyszerűen nem fér bele. És ettől aztán az egész szét is borult. És ugye most próbálom ezt a pesti járványt használni, hogy picit megpróbálni, akkor ezt újra hátra. Andrea, most akkor ígézem pontosan, azt mondtad, hogy ha 5 évig nem futnék, akkor annyival is lassabban és nehezebben menne a munka. Szorozzuk meg mondjuk 2-vel, tehát 10 évig írnék egy könyvet a mostani tempó szerint, úgyhogy a 2 csak együtt, vagyis az írás és a futás egymás után megy. Ezt tartod még mai napig ezt a dolgot, hogy a napi penzumod, a napi írási penzumodból szívesen adsz le a futás részére, mert hogy az segíti a munkádat? Talán úgy nem fogalmaznék, hogy adok le, mert valójában nem a munka elől veszem el. Tehát a munkára szánt idő az a munkára szánt idő. Persze most így karantén idején, meg gyermekkel itthon, semmi se olyan, mint ahogy az ember így ideálisan elképzelte a saját életét. Tehát, hogy nem a futás vesz el a munkától, mondjuk az inkább elvesz az adminisztratív teendőkből, a takarításból, az e-mailek megválaszolásából, meg sok ilyen, nem tudom, macerából, amit utálunk a mindennapokban, de a munkaidő az rendkívül fontos, és azt nagyon tisztelem. Én annyiban más, hogy működöm, mint Eszter és Mátyás, hogy ugye én itthon dolgozom, a saját belső rendem szerint, tehát akkor állok föl ebből, amikor úgy gondolom, hogy fölállok. Azonban, hogy egy klasszikust idézek, Szilágyi Istvánt, a regényíráshoz elsősorban seg kell, mondta Szilágyi István, tehát hogy annyira ülés a munka, tehát az alkotó munkának ez a része, és a regényhez tulajdonképpen minden nap oda kerülni ahhoz, hogy íródjon, hogy ebből a mozdulatlanságból nagyon jó sokszor fölállni, és egy mozgással változtatni ezt az állapotot. Például azt tapasztalom, és talán erre Eszter utalt még a legelején a beszélgetésben, hogy ha írás közben valami nagyon meglepő dologra jutok, ami akár egy ilyen megvilágító erejű gondolat, akkor én azt nem leírom, hanem én azt elfutom. És mindjárt elmagyarázom, hogy futom el. Szóval ezt olvastam tudósok esetében is, hogy amikor van egy nagy fordulat, valami felismerés, ami nagyon-nagyon megdöbbentő és nagyon új, akkor azt valahogy mozgásra, próbára is lehet tenni. Ami azt jelenti, hogy nem leírom azt a gondolatot, vagy tovább megyek a munkában, hanem csinálok valamit, sokszor mechanikusat, vagy akár kimegyek futni, és az menet közben valahogy így elrendeződik, és megmutatja magát, hogy az valóban úgy van-e, vagy nincs, vagy elpárolog, és az csak egy pillanatnyi ötlet volt, aminek igazából nincs mélysége, vagy inkább azt mondanám, hogy nincs igazsága. Ezért a futás az sokszor a dolgoknak a próbája is. Nyilván a futás nagymértékben segíti az állóképességünket is, ami másban segít. Tehát, hogy egy csomó dolgot ki kell bírni, végig kell csinálni, tehát ebben is támogat, de abban is, hogy ebben a vizsgálódásban, ahol az alkotásban meg kell folyamatosan vizsgálni dolgokat, hogy igazak-e, jól vannak-e, úgy vannak-e, ezt tulajdonképpen anélkül, hogy én ezt így eldönteném, hogy elmegyek futni, és majd arra gondolok, nyilván nem így történik, hanem elmegyek futni, és közben kitisztul valami, helyére kerül valami, elrendeződik valami, valamilyen igazság megmutatja magát, amihez majd holnap odaülök. Tehát én sokszor az írás rovására nyilván nem futok, de az írás támogatása céljából futok, bár elsősorban aztán a saját
mentálhigiéném és fizikai valahogy ilyen egyben maradásom érdekében futok leginkább. Mielőtt, ha most valaki itt kapcsolódna be majd az adásba, azt fogja hinni, hogy egy ilyen szekta beszélgetés folyik, így a futás istenítése és kultikus dicsérete. Árnyoldalakról akartok beszélni, azon kívül, hogy mondtátok, hogy 40 perc után szar néha, de hogy bármi más tapasztaltatok-e, ami unalmas, vagy bármi olyan, ami nem annyira rózsaszín, mint ahogy eddig beszéltünk az egész futósdíról. Én most abszolút rózsaszín fázisban vagyok. Most jó, aztán majd nem lesz az, de most nagyon jó. Csak ilyen hurrogókat tudok mondani, akik azt mondják, hogy 30 kilométer után már fizikailag is károsítja az ember szervezetét, ezek ugye az ellen javallatok, meg hogy mondják ezeket a rémes eseteket, amikor tényleg valaki összeesik a verseny közben. De én a magam részéről nyilván nem ezek miatt, de amúgy sem érzek nagy késztetést arra, vagy legalábbis most egyedülre nem érzek késztetést arra, hogy itt valami óriási nagy távokat fussak. Úgyhogy addig, ameddig az ember csak egy picit lép túl a komfort, vagy lép ki a komfortzónájából, addig szerintem baj nem lehet. Most nekem is nagyon pozitív futás élményeim vannak. Picit összefügg azzal, amit Mátyás mondott, hogy a karantén azért kicsit megújította a futásunkat, tehát olyan, annyira felértékelődött kint lenni, a természetben lenni, szabadnak érezni magamat, a világ részének érezni magam, miközben egyfolytában azt látom, hogy ez a bezárkózás, és az, hogy egy csomó mindentől meg vagyok fosztva, inkább leválaszt a világról. Tehát most nagyon pozitív élményeim vannak, de tulajdonképpen nincs olyan év, amikor ne lenne valami fájdalmam, tehát a csípő meg lesérül, ki kell állni a maratonból 30-nál, ezt is ismerem, mert fáj a csípőm, tavaly a sarkammal küzdöttem, szóval mindig van valami, amitől a dolog küzdelmes, és ami tulajdonképpen az embert inkább afelé tolna, hogy ezt abba kell hagyni, ehhez túl öreg, túl kövér, túl lomha, mit tudom én, de hát nincs ez a futás, vagy leggyakrabban, amikor elindulok futni, az első 400 méteren az jut eszembe, hogy úristen, ezt azonnal abba kéne hagyni, ez rettentő fárasztó, és hogy jutok el a sarokig? Én ma azt terveztem, hogy 12 kilométert futok, vagy nem tudom, az erdőben néhány kör. És valahogy ezekkel a holdpontokkal, ami szinte egyből bekövetkezik nagyon sokszor, ezekkel a holdpontokkal való küzdelem, ez annyira érdekes, és akkor egyszer csak eltelt fél óra, és olyan öröm és élvezet van bennem, ami megmagyarázhatatlanul ellep, és kitart tulajdonképpen egész nap. Azért is futok most reggel, mert úgy érzem, hogy ezek a futások így egyszerűen, mint egy ilyen szivárvány fölé borulnak a napnak, és onnantól minden jó. Bértes Laci, aki egyik futó példaképpen írt is könyvet futásról, a Talált ember című könyvben írt sokat futásról. Egyébként ő maga is sok maratont futott. Ő mondta azt, hogy egy szar napon egy szar futás is jó. És ez valóban így van. Tehát, hogy olyan értéket tud képezni a futás a napokban. Az jut eszembe pont, ez egy érdekes párhuzam, hogy a Nádas Péter, akivel közösen voltatok többet magatokkal jelölve a Libri díjra pár éve, amit te nyertél egyébként, az Omertával, hogy ő például deklaráltan nem versenyzik, mert nem bírja a közönség őrjöngését, ezt olvastam tőle, hogy ő csak magáért fut, minden ilyen versenyt vagy mérhetőséget elutasít, és abszurd példa, de mondjuk a Nádassal összejönnétek egyet futni, akkor szerinted futás közben az irodalomról beszélgetnétek, vagy arról, hogy fú, neked is fáj a vádlid, vagy nyújtunk utána, vagy ilyesmi? Én nagyon szeretnék Nádas Péterrel futni, de tartok tőle, hogy ez már nem fog bekövetkezni. Azt hiszem, a Nádas most már nem fut. Oh. Mint ha ezt olvastam volna, vagy mondta volna valaki. Nem tudom, nem nagyon futottam írókkal, vagy nem tudom felidézni. Egy-két íróval futottam. De vannak írók? Futás... Elég sok. Ó, igen. Abszolút, sőt, kritikus futók is vannak, nekünk csapatunk is volt, váltó
van is pólóm hátán, az van, hogy kritikus, nagyon élvezték a maratonban mindig, amikor leolvasták, hogy mi valójában kit kritizálunk, mert ez nem derült ki. Szóval vannak írófutók így az én nemzedékemből, meg persze fiatalabbak, sőt, vannak egészen komoly, Bartók Imre például nagyon komoly futó. Többször megvert engem versenyen. Hát, na. Szóval jó, ő is rendkívül jó futó alkat, tehát azért ezt a lepkekönnyű, vékony, iszonyú, izmos ember. De vele például futottam, és nem hiszem, hogy irodalomról beszélgettünk volna. Azt hiszem, futásról szoktunk beszélgetni ilyen nem nagyon közeli kapcsolatokban, közösen futva. Igen, szerettem együtt futni emberekkel, most olyan helyen lakom, ahova így kevesen jönnek el közösen futni. Én akartam még ott az Eszterre utalva, hogy a 30 kilométer után ez már akár nem egészséges, és gondoltam, hogy megszólítalak ebben a pillanatban, hogy érzed-e? Hogy nem egészséges? Aha. Nem. Nem tűnsz, így ránézésre nem tűnsz ilyen egészségtelen fickónak. Hát szerintem, ha ez mértékkel, illetve belátással van csinálva, akár a bazi hosszú távok is, tehát hogy nem rengeteg ilyen hosszú versenybe fog az ember egy évben, mondjuk 2-3-ba, és közte sokat nyújt, sokat próbál regenerálódni, észszerűen edz, akkor ez élethosszig is kitarthat. Nyilván ez pont olyan dolog, mint hogyha arról kezdenék beszélni, hogy persze a lézeres szemműtét az tök jó, mert még nekinek nincs 15 évnél régebbi lézeres szemműtétje, tehát majd ez 50 év múlva derül ki, hogy tényleg jól látok-e avval a megműtött szemmel. Ezek olyan, tudod, az olyan mondások, amik így lassan-lassan szerintem megdőlni látszanak, hogy ne futsz aszfalton, mert az nem tönkreteszi a térdet. Hát persze, hogyha az is sokat futsz aszfalton szarcipőben, rossz technikával, akkor tönkreteszi, de hogyha mondjuk jó cipőben, jó technikával nem bazi sokat, akkor az nem teszi tönkre. Én azt gondolom, hogy a szervezet meg az ember arra lett dizájnolva, hát a csontok, az idegek, az izmok, a hús, a zsír, az minden arra van, hogy mozogjunk. Tehát az biztos, hogy nem arra, hogy üljünk. De pont erről jutott eszembe egyébként, mert hogy én is egy klasszikust idézek, amit az Andrea mondott az előbb, ugye sekkel az íráshoz, hogy az Eszterházy mondta azt, hogy az író az, akinek problémát jelent az írás, és hogy én ezt magamra is látom fordítani, hogy a futó az, akinek problémát jelent a futás. Nem tudom, hogy ti magatokra tudjátok-e vonatkozni, hogy a színész az, akinek problémát jelent a színészet, vagy a filmes az, akinek a filmészet. Amennyire megoldásokat kínál a futás, nekem pont annyi problémát is fölvet. Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy meg kéne újulni futóként, és rengeteg sok kudarcos próbálkozásom volt erre, például azt, hogy átállni mezitlábas futásra, ezt egy kicsit a Futni születtünk könyv nagy meggyőző ereje hozta, az nem sikerült, volt korszak, a maraton után eldöntöttem, hogy na most én sokkal jobb maratont akarok futni, és akkor edzésterv, és ez komolyan, és akkor méricskélünk, és ilyen-olyan, és egy hónap után úgy éreztem, hogy megutáltam a futást edzésterv alapján, és én így nem szeretek futni, és ha ez az ára egy jobb maratonnak, akkor nekem nincs kedvem futni. Arról lemondtam elég gyorsan, mert azt éreztem, hogy a futás nekem nem ez. Tehát jó lenne megtartani azt az örömöt, ahogy én futok, de mondjuk legyek jobb futó. A kettő nem működ, nem volt nagyon kompatibilis. Mert hogy feladatnak érezted az, hogy te terv alapján futsz? Igen, az egész egy ilyen kiszikkadt olyan volt, mint hamut enni, vagy fűrészport rágni. Tehát az az öröm, hogy én elindulok, megyek, ahhoz képest elmentem a futópályára, ami még jó, mert én bírok így körözgetni, az is egy jó dolog, de elmentem a futópályára, és akkor két kör így, nézni az órát, úristen, mekkora a pózusom, nem itt kéne tartanom, hol kéne, szóval ez nekem így nem ment. És azt éreztem, hogy nekem nem lehet ez olyan fontos cél, hogy nem tudom, milyen maratont fussak, de közben a futás átváltozik egy ilyen rossz feladattá, és akkor amit nem tudok teljesíteni, amúgy is nagyon nehezen tudok, egy csomó a külső körülményekhez mindig nagyon nehezen tudok igazodni,
Tehát és sok ilyen fajta megújulási kísérlet volt, és valóban a futás ezért csak az lett, ami most, és ma egy kilométerrel talán, vagy másfélel többet futottam, mint tegnap, ami szintén egy nagyon szerény megújulási kísérlet, de muszáj beérnem azzal, ami én vagyok, belátva azt is, hogy ahogy öregszem, nehezebb vagyok, és így a karanténban egyre nehezebbnek érzem magam, hogy így mondjam, sokat eszünk, sokat főzünk, tehát tehát a saját létezésemmel, hogy lesz ez összhangban ez a futás. Nekem az a kellemetlen érzésem van a futással kapcsolatban mostanában, hogy ugye én belvárosi lakos vagyok Budapesten, tehát sajnos nincs erdőm és egyéb közterület, ahova el tudnék menni csak úgy futni. És ugye itt ebben a karanténos időszakban, ugye hát az elején mondták, hogy nem szabad kimenni a lakásból, meg maradjon otthon, meg stb. Amit én hát tényleg komolyan vettem az első 2-3 hétben, és valóban nem jártam le futni, mert egyrészt azért, mert tényleg itt ennyire ezt mondta mindenki, a másik pedig egyszerűen technikai okai voltak, hogy azok a helyek, ahol én a budapesti kevés zöld területen szoktam futni, azokat mind lezárták, hiszen tudjátok, hogy a Szigetet, a Normafát, Liget, stb. Tehát nem volt igazából hol futnom, és akkor, amikor ezek a dolgok valamelyest enyhültek, vagy már engedélyezetté vált az egészségügyi és sportprogram, akkor én is elmentem futni, és az lett a szomorú tapasztalásom, hogy ez nem olyan, mint a biciklizés. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy ha az ember nagyobb kihagyást hagy, akkor ugyanott folytatja, mint ahol abba hagyta, hanem abszolút éreztem azt, nyilván azt, hogy jóval kevesebbet mozogtam a megelőző 2-3 hétben, mint azt azelőtt. Töredékét futottam annak, mint mondjuk március elején. Úgyhogy, és abszolút éreztem azon, hogy rosszabbul megy, nem tudok olyan szinten futni, mint korábban, tehát kifejezetten csalódásokkal teli időszak van mögöttem, úgyhogy lesz honnan folytatnom, vagy ezt a megújulást hogyan elkezdenem. De azért remélem, itt a karantén alatt elolvastad a Háború és békét, amit egyszer mondtál, hogy még nem olvastál. Magyarországra jártam egy kicsit, de azért ezt nem vittem túlzásba, mert egy év után abba hagytam. És nem, hogy a Háború és békét nem olvastam el, hanem amit én így nagyon elterveztem, hogy itt most tényleg fölraktam a polcra, hogy milyen könyveket fogok sorban elolvasni. Én nagyon olvastam újra a Háború és békét, és nagyon-nagyon szerettem ismét. Mondjuk én orosz szakos voltam, tehát ezen... Egyszerűen én nem tudom, hogy ez hogy van, vagy másokkal ez hogy van, de nekem annyira elmegy az időm a semmit tevéssel, tehát tényleg, tehát ugye... Jó, nem semmit tevéssel, mert azért épp az, hogy ezek a csip-csup és teljesen jellegtelen munkák, amit csinálok, vagy pusztán az, hogy főzök, és mosok, és takarítok, és háztartást vezetek, mint egy ilyen rendes háztartásbeli asszony. Tehát, hogy így rengeteg időmet felemésztik, tehát amit így terveztem, hogy az a fajta lelazulás, ez a fajta ráülés erre a flóra, hogy most akkor használjuk ki, még egyszer nem jutottam hozzá. De amikor készültél az Aglajára, azt olvastam, hogy nagyon sokat kellett fogyni. Az egy artista nő szerep. Akkor sokat futtattak téged a rendező? Sőt, akkor abszolút. Ráadásul úgy, hogy ilyen súlyzóval a karomon, és nyáron, tehát hogy az melegben, borzasztó melegben súlyzózva futni, és ugye ahhoz még egy speciális étrendet kellett betartani, ami nagyon kevés zsírt, pontosabban szénhidrátot és rengeteg fehérjét tartalmazott, tehát klasszikus tojásrántotta, mit tudom én, 2 tojásból, plusz még 2 tojás fehérjéből, és még ezen kívül ugye a cirkuszban is volt nagyon komoly maga a koreográfiának a betanulása, az is szintén egy nagyon rendes fizikai munka volt, úgyhogy igen, ott én rendesen, mint akkor éreztem életemben először is utoljára magamat úgy, mint egy amerikai színész, vagy mondjuk mint a Zellwegerre a Bridget Jonesban, hogy valamit a testének a fizikai átalakulása is hozzájárult a szerepformáláshoz. Láttam azt, hogy tényleg akkora kezd lenni a vállam meg a hátam, mint egy vízilabdázónak, és olyan nagyon
általam is rejtett izmok jöttek elő a felső testemben, mert ugye olyan artista nőt kellett játszanom, aki ilyen hajon lóg, és akkor megfigyeltem, hogy ezek a típusú nők, ezek fönt nagyon erősek, tehát nagy vállizmok, nagy karizmok, nagy erős hátizom. Rájöttem arra, hogy még azért a testem, jó persze ez nem most volt, hanem még egy jó, majdnem 10 évvel ezelőtt, de azért még képes ilyenfajta átalakulásokra is, hogy az olyan jó volt látni, hogy azért ez nem lehetetlen. De volt, hogy kérték, hogy hízzál föl sokat? Volt ilyen tapasztalat? De sajnos nem volt még példa. Pedig nagyon vágyom egy ilyen szerepet, de ez valahogy nem jön. A Suhany Alapítványról talán hallottatok már. Fogyatékkal élő emberek sportolását segíti elő önkéntesekkel, adományokkal. És most van egy ilyen felhívás, hogy oszd meg a te sziget történetedet. Van nektek Margit sziget történetek futással kapcsolatban? Nekem a Margit sziget történetem az az első futásommal kapcsolatos, ugyanis nekem a futás körülbelül a Meseautó filmmel együtt gurult be az életembe. Ugyanis én addig egyáltalán semmit nem sportoltam. Ez ugye 1999-et írunk, tehát 20 évvel ezelőtti a történet. És amikor megkaptam a szerepet, az mondjuk május volt, nem akarom hosszan mondani, augusztusban kezdtük a forgatást, eltelt 2 hónap, én nekem a nyár az mindig a lazulás és a szabályoknak a be nem tartása, tehát a mértéktelen evés, ivás és egyebeknek az összessége, aminek meg is lett a következménye, és a forgatás előtt 2 héttel, amikor már lettek volna az utolsó ruhapróbák, megjelentem a rendezőnél, aki hát így dobott egy hátast, és mondta, hogy hát ez nem pont az a kislány, akit mi szeretnék látni a filmvásznon, mi a teendő. És akkor így mondták, hogy akkor hát Margit sziget lesz ebből, és napi szinten, és akkor egy megfelelő diéta mellett, és hát tényleg, ahogy azt a Móricz elképzeli, a vért veretékes, a negyedik lépésnél már szúrt az oldalam, fájt a szívem, nem kaptam levegőt, hát tényleg nyáron a legnagyobb melegben hajtottak ki a Margit szigetre, borzalmas volt, de hát az levegett előttem, hogy hát tényleg 2 hét múlva itt forgatás van, és azért itt bele kell férnem a jelmezeimbe, és aztán ez egy idő után, amikor elkezdtük a forgatást, sikerült ezt a plusz mennyiséget ledolgoznom, és akkor nem is futottam többet, de az első futásom az a Margit szigeten volt, és aztán összes többi az már máshol. Mindenkinek oda kötődik az első futása, aki budapesti? Én nekem is, hát nagyon hasonló történet, nekem természetesen nem jelmezbe kellett beleférjek, hanem én így kitaláltam, hogy futásban egy nagyon kedves barátom, a Betlenfalvi Ádám, aki ő több maratonon túl van, tehát hozzám képest klasszisokkal komolyabb sportember, és akkor ő volt olyan drága, hogy azt mondta, hogy akkor ő eljön velem, vagy akkor fussak le egy kört, és akkor hogy ő végig ott lesz mellette, ami szerintem egy gyönyörű gesztus. Tehát, hogy nem arról szólt, hogy ő röhögcsél rajtam, hanem arról szólt, hogy ha nincs ott, akkor biztos, hogy tényleg 10 lépés után mondom azt, hogy nagyon elmész a búbánatos nyavajába. Az egy órás szigetkör volt, 50-valahány perc alatt sikerült, és tényleg azt hittem, hogy itt véget ér az életem. De ez gyalog volt akkor, nem? Ne, ezt én futottam, kedves Barázs, én ezt futottam. Tényleg a poklok pokla. Tehát ebből is látszik, nem biztos, hogy... mi volt a könyv címe? Futásra születtünk? Na, hát lehet, hogy én nem. De aztán, hogy... Igen, aztán úgy kedvem lett. A másik már az biztos, én nem 1 óráig tartott, csak 40 percig, és akkor a harmadik meg már... gyors volt, úgyhogy ez se jó. Volt honnan fejlődni. Egy pillanatra megszakítva az adást, örömmel jelentem, hogy ez a fejlődés odáig vezetett, hogy Mátyás októberben a Budapest Maratonon teljesítette élete első maratonját, pontosan 4 órával. És most visszadjuk a szót Andreának, aki mellesleg a férjével lektorálta a Futni Születtünk című könyvet. Én is szeretnék megosztani egy Margit sziget történetet. Egy darabig a 13. kerületben laktam, vagyis jó pár évig, és nyilván ott futottam. És valami nagyon érdekeset tanultam ott a nőkről és a férfiakról. Ahányszor férfiakat úgymond előztem meg, vagy férfiaknál voltam gyorsabb,
sokszor azt tapasztaltam, hogy ők elkezdtek versenyezni, és megpróbáltak visszaelőzni. Ez nagyon-nagyon ritkán történt meg, ha nőket előztem meg. És egy időn túl, amikor ezt így megértettem, akkor elkezdtem kifejezetten ezt így figyelni, hogy ez valóban történik-e, és megértettem azt, ami valószínűleg így működik a világban, hogy férfiakban sokkal erősebb a versenyszellem, nem tudom, milyen szót használni, de talán inkább versengés, és ez a futásban is nagyon jól tükröződött. És ennek nyilván megvannak a maga fantasztikus előnyei és hátrányai is, mindkét nem attitűdjében, de én ezt tanultam ott a Margit-szigeti körözésekben, ami aztán bő 10 éve abban maradt, és elköltöztünk, és már magányos helyeken futok, ahol nem tudom a társadalmat lélekkel emezni. Én meg az ultrafutásokban azt tapasztaltam nő és férfi különbségként, hogy a nők sokkal kevesebbet hisztiznek, sokkal többet mosolyognak, és sokkal jobban viselik el a szenvedést, vagy a nehézségeket, akadályokat. És ennek nem tudom, hogy ilyen biológiai, vagy történelmi magyarázata van, van-e összefüggés a szüléssel, vagy avval, hogy sok társadalomban nagyon sok ideig hátrányos helyzetben vannak, és erre lettek trenírozva. Igen, ezt valóban ezt én is olvastam, és mérik is, hogy a nőknek a fájdalomtűrése sokkal erősebb, és ugyanazok a betegségek sokkal jobban megviselik a férfiakat és a nőket. Talán én nem tudom, én arra tippelnék, hogy egyszerűen azt, hogy a nők kifejezzék a fájdalmat, a fájást, a panaszt, annak a kultúrája és a hagyományai mások. Meg szerintem keményebbek is. Ennyi volt a Laza 10-es. Pulzus, laktát rendben. Kibírtátok? A futás apropóján beszélgettünk szenvedélyről, motivációról, munkáról, Tompa Andreával, Ónudi Eszterrel és Erdély Mátyással. Hamarosan újabb ismert emberekkel találkozhattok a podcastban, akik túl vannak már mindenféle szaladáson, vagy épp most vágnak bele. Így hát leginkább itt majd eszmét futtatunk. A műsor a hosszú táv elkötelezett támogatója az NN biztosító segítségével jött.